Szegi dalma pedig már meg is érkezett hozzánk. Szia, köszöntünk a stúdióban. Jó estét, sziasztok! Kérlek, meséld el nekünk, hogy te mikor és hogyan találkoztál először Tigran Hamasyan zenéjével és munkásságával, és mi volt az, ami ennyire megfogott benne? 3 évvel ezelőtt egy teljesen véletlenszerűen, szerintem valamelyik internetes oldalon jött szembe, és én klasszikus zenészként érkeztem ebbe a világba, és nagyon izgalmasnak tartottam ezeket a ritmikai modulációkat, és ugye ezt ötvözi a jazz-szel. Tehát lényegében ez örmény népzene és jazz, annak is a progresszívebb vonalával, egészen metálos elemekkel fűszerezve, ez egyből megragadta a fantáziámat, és még aznap éjszaka elkezdtem tanulni az egyik művét. A Zeneakadémián ennek hasznát vetted? Akkor már végeztem a Zeneakadémián, talán pont végeztem, de a további művészeti tevékenységemben mindenképp nagyon nagy hatással van rám. És utána akkor feldolgoztad az egyik dalát, amit meg is osztottál a közösségi médiában. Hát szerintem nagyon jó volt a fogadtatása, de mégis milyen visszajelzéseket kaptál? Igen, hát számomra olyan nagyszerű művészek jeleztek vissza erre a videóra, hogy elképedtem, és nagyon sokáig ebből merítkeztem így a további munkásságomban. Az örmény zongora művész, ez még nem jutott el egyébként? Ez a feldolgozás? Nem tudtad még hozzájutatni? Elküldtem, de nem hinném, hogy láttam, majd talán ezt. Majd talán ezt. Igen, mert ugye amiről az előbb beszéltünk, ez még az Entertain Me című dal volt, ugye az előbb pedig már a tünegétet láthattuk. No, de ugye ezzel kapcsolatban aztán jött egy felkérés is Anga kis Mikitől. Ő hogyan talált meg, és mire kért fel egyáltalán? Igen, hát akkor ezúttal itt a reklám helye, ugyanis Anga kis Mikivel még a Gitármánia táborban találkoztunk, pont azelőtt néhány hónappal, hogy találkoztam Tigrán zenéjével, és látta ezt a videót, hogy én ott egy részlettel próbálkozom, tehát nyilván meg akartam osztani a barátaimmal ezt a pillanatot, hogy éppen fedezem fel ezt a fantasztikus zenei világot, és ezt látta a Miki is, és mondta, hogy pont zongorista keresésben vannak, Tóth Tomi dobossal, Ród dobosával, úgyhogy egyik ámulatból estem a másikba. És milyen volt a fiúkkal a közös munka? Isteni jó, nagyon klassz volt. És milyen produkció született belőle? Mert akkor oké, hogy itt megalakult egy trió, de akkor vele kimondottan Tigrán munkásságára fókuszáltatok, vagy már egyéb feldolgozások is bejöttek a képbe? Valójában erről az egy coverről volt szó, úgyhogy ezt az egyet összeraktuk, és ennyi volt, de ez nem zárja ki a további közös munkát egyszer, de kifejezetten ezért eltűnt. Aztán bekapcsolódott még Fekete Ákos és Lantos Zoltán is a munkába. Nagyon sok férfival dolgozott. Igen, sokan megtaláltak. Itt a férfi neveket, és már el vagyunk egy picit vesztve itt a közös munkájban. Ők mit tudtak hozzáadni még ez a produkcióhoz? Igen, ez már a mostani videó lesz a Tunigate, tehát visszakanyarodva az Entertainment lett a Szendőfi Balázs,
és ugyan vele nem ismertük egymást. Hogy még egy nevet, amit hogy még egy nevet, igen. Ő basszusgitáros egyébként, és fantasztikus természetfilmeket is készít, most leginkább ezzel foglalkozik, illetve neki van a Szendőfi Péter dobos testvére, és ő írt rám így teljesen a semmiből, hogy lett ezt a videót, és nagyon örülne, hogyha dolgoznánk együtt. És mi minden lesz ennek a folytatása szerinted? Mert én azt gondolom, hogy nagyon jól összeálltak itt az energiák a fiúkkal, tök jó produkciókat hoztatok, feldolgozásokat hoztatok létre, nem csak olyan feldolgozásokról van szó, ami oké, itt egy dal, egy picit úgy áthangszereltük, és akkor ennyi, hanem tényleg úgy beletettétek saját magatokat, a saját személyiségeteket. Ezt viszitek tovább egyébként? Vagy nincsenek olyan tervek, hogy akár összeáll az egész banda is, tehát tudom, lesz valami koncert? Ez még alakulóban van. Mindenki nagyon elfoglalt, hála a jó égnek, sok-sok helyen játszunk, és lenne rá indítatás, úgyhogy ezt hagyjuk még nyitva, ezt a kérdést. Itt volt nekünk a Petőfi TV-n több olyan műsorunk is, ami kimondottan arról szólt, akár az Én vagyok te, akár az Adom a dalod, hogy hogyan lehet újra gondolni meglévő szerzeményeket. Nálatok milyen ideológia volt a középpontban, hogyan nyúltatok egyáltalán ezekhez a dalokhoz? Ugye itt már Dóri megpróbálta értelmezni a saját maga látásmódja szerint, de amikor ti hozzáálltatok ezekhez a számokhoz, mi volt a vezérelv? Nem, semmiképp sem akartuk kiforgatni a dalt, igazából én választottam ezt a dalt, bevallom őszintén, mert nagyon megfogott ez a sokszínűsége, és azért így az alapokat megtartottuk, tehát plusz szinti szólamok kerültek be, a szerkezetbe nyúltunk bele, mindenki kapott egy szólót, picit áthangszereltük, de nem túlzottan, úgyhogy lényegében ennyi történt, de mégsem a reprodukcióra törekedtünk, tehát mégis akartunk egy kis néhány saját dolgot belecsempészni. Itt a személyiséget, látod, amit mondtam, hogy bevittétek a személyiségetek. Milyen célkitűzések vannak most még előtted? Így általában? Úgy általában, igen. Most ez a projekt most megvan. Magyar Zeneháza? Lantos Zolival fogunk ott játszani egyébként. Az egy néma filmvetítés lesz, és egy DJ-vel így trióban. Tavaly már volt egy ilyen egyébként teltházas estünk, úgyhogy kértek egy hajrát, vagy egy duplázást pontosabban, úgyhogy ez idén is lesz a Magyar Zeneházában július 26-án talán. Hát igen, néma filmhez dukál a zene, úgyhogy akkor sok sikert kívánunk ahhoz, köszönjük a fellépéshez szépen. Is, illetve a további projektekhez. Köszönjük, hogy itt voltál. Én hát is. És nem